45 tanuló vonulhatott végig az iskola folyosóin, informatikai és pedagógiai asszisztens képzéseken fejezték be tanulmányaikat a fiatalok. A csornai rend fenntartásában működő iskolából a templomba mentek át a ballagok. Ahogy kezdték, úgy fejezték be az iskolát a diákok, mondta Száraz Krisztián Dávid. Szentmisével nyitották és zárják a tanévet. A premontrei atya úgy fogalmazott, 2019-ben gyerekek, most pedig már felnőttek álltak vele szemben ebben a templomban. Balogh Csaba igazgató kiemelte, az iskola évfolyama sokszínű és tele van tehetséges diákokkal. Emlékszem, hogy amikor 2019. szeptemberében megérkeztek az iskolánkba, akkor az egyik régebben itt lévő tanuló megjegyezte, hogy milyen furcsa, hogy ilyen sokan lettünk. Igen, az önök érkezésével több mint 50 fővel lényegében megduplázódott a tanulók létszáma. Hittük és küzdöttünk érte, hogy a közösségünk családi jellegét ne veszítsük el. Visszagondolva az elmúlt éveikre, úgy gondolom, hogy ez sikerült is. A tanulói létszáma már meghaladja a 240-et. Ez tovább fokozódik. A felvételi számok alapján 72 fő érkezik a következő tanévben. A technikumi évfolyammal kiegészülve 280 tanuló koptatja majd az iskolapadot szeptembertől. Talán nem is gondoltátok volna még 2019-ben, amikor megérkeztetek, hogy egyszer vége lesz. Így búcsúztak a ballagtató diákok a felsőbb évfolyamosoktól. A végzésük közt jutalmat kaptak a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők és az aktív közösségi munkát végzők. A 12-esek átadták az iskola zászlaját, mely büszkén hirdeti a rend jelmondatát. Minden jó ügyért készen. Szomorú is vagyok, és boldog is, hiszen lezárult egy időszak. Nagyon fog hiányozni az iskola, az alattam járó diákok és az osztálytársaim, évfolyamtársaim is. Nagyon sok mindent kaptam az iskolától. Igaz, voltak nehézségek, úgyhogy úgy érzem, hogy örök emlék marad ez a 4 év. A premontreiből 45 diák ballagott el. A napokban összesen 306 keszthelyi középiskolás búcsúzik el az alma mátertől. Hétfőtől az érettségi és szakmai vizsgák várnak a fiatalokra.